innen nem megyünk haza. Ezt nem magad van, Dia. Hát ki? Stálin. A jó Isten. Újabb magyar játékfilmet mutattak be premier előtti vetítéssel a Lehel Filmszínházba látogató középiskolásoknak. Köbri Norbert forgatókönyvíró és a Szász János rendezte, a Málenki robothoz kapcsolódó történelmi eseményeket feldolgozó Örök tél című megrázó drámát. Na jó Isten, nincs itt. Csak maga van meg én. Az Örök tél a 20. század első felében elhurcol több százezer magyar férfi helyett, a nőket állítja középpontba, akik szinte némán mesélnek a háború és az értelmetlen erőszak egyre hajmeresztőbb kegyetlenségeiről. A Gera Marina alakította Irén valóban elszenvedte mindazt, ami a filmben megjelenik. Vagy talán még többet is. És nem csak ő, hanem 250 ezer embertársa is ugyanúgy. Úgy becsülik, hogy minden tizedik magyar családot érintett az, hogy valakinek Oroszországban daboskodott. Ez elképzelhetetlen számunkra, hogy itt élünk szabad emberekként egy ilyen civilizált világban, vagy egyszer csak valaki megfog és azt mondja, hogy most elviszlek téged, és a rabszolgám leszel. Ez történt Irénnel is. Családjától elszakítva, az ukrajnai Gufi munkatáborban megszégyenítve, saját lelkét levetkőzve, embertelen körülmények között igyekezett túlélni. Ez a történet már 10-15 éve foglalkoztatott engem. Havasi János, aki a család történetét megírta, már akkor megkeresett ezzel a történettel, és csak vártunk a lehetőségre, hogy mikor áll össze megfelelő finanszírozás, hogy ezt elkészíthessük. A Havasi János novellája alapján megírt forgatókönyv nem a film alap és nem is a média tanács támogatásával került vászonra. Dokumentumfilm már sok készült, a Gulágon élő nőkről, Málenki robotról játékfilm még sosem. Ezt a Gulág Emlékbizottság támogatta, a Gulág Emlékév alkalmából. Életigenlő, reményekkel teli történelmi, szerelmi dráma, Gera Marina és Csányi Sándor alakításában. Beteljesülhet-e a lágerban született szerelem, ha mindkét felet szerető család várja haza? Van még egyáltalán haza? Képesek a munkatáborok elszenvedői embernek maradni egy embertelen, épp észre fel nem fogható, meg nem érthető világban? Ezekre keresi a választ a hiánypótló játékfilm. Itt most nekünk meg kellett csinálni az alapozást is, tehát a történelmi tablót is, hiszen tudtuk, hogy ez nem lett még filmen elmesélve. Mi vagyunk az elsők, volt rajtunk emiatt egy extra figyelem és nyomás, és nyilván felelősségtudat is, hogy ezt most be kell részleteiben el kell mesélnünk, hogy a nagy tömegekkel és a közösséggel mi történt és hogyan, és azon belül fókuszálunk egy nő történetére. Úgyhogy ebbe próbáltuk megtalálni az egyensúlyt. Csak maga van meg én. A Jászai Mari díjas színművész Csányi Sándort, a romantikus vígjátékok nőcsábász karakterét egy még számára is szokatlan szerepben láthattuk. Elmondása szerint jó volt kizökkenni és hozzájárulni egy hiánypótló alkotás elkészítéséhez, ahol a történelmi tablón túl jól bemutatható, hogy a szeretet mindenek felett áll, és a remény hal meg legutoljára. Én azt gondolom, hogy mindenhol létezik szerelem, tehát az embereknek szükségük van érzelmekre, tehát egész egyszerűen nekem ez maga az egész karakternek ez volt a lényege, hogy van egy ember, aki túl tud élni éveken keresztül, tehát megvan az a mennyiségű meleg ruha és az a mennyiségű élelmiszer, amivel ő fizikailag túl tud élni, de ez nem élet, tehát hogy az kell, hogy valaki szeresse. Irén a kényszermunkára ítélt nő és Rajmund a bánya munkafelügyelője egymásba szeretnek. Igaz szerelem? Vagy érdek? Menekülés? Ezt a néző saját maga döntheti el. Tehát kell valaki, akihez beszél az ember egész egyszerűen, az ugyanúgy része a túlélésnek, hogy valaki, akinek elmondod a napodat, valaki, aki megöleltet, ez ugyanúgy a lágerben, ugyanúgy, sőt, szerintem nagyon-nagyon összekapaszkodnak az emberek egy ekkora bajban, amikor ennyire hideg van kívül belül, tehát most ez csak érzelmileg is minden, hogy amikor ennyire félsz mindentől, akkor kell valaki, aki segít és aki valamilyen meleget ad. Február 25-én a kommunizmus áldozatainak emléknapján 21 órakor teljes hosszában tekinthető meg az Örök tél című film a Duna Televízión.